Ha meg kell neveznem mindenképpen valamit, ami akadályoz a munkámban, az életemben, bármiben, akkor azt kell mondjam, hogy az a félelem, amelyeket érzek más emberekben, amitől nem haladnak a dolgok, amitől nem lehet egyről a kettőre jutni. Nem arról beszélek, hogy én félek vagy nem félek, hanem arról, hogy hogyan kell leküzdeni a félelmet, hogyan lehet túljutni bármilyen félelmet generál az életkörünk. Sokszor mondtam már több előadáson is, hogy én gyerekkoromban félős voltam, sok mindentől féltem. Sosem akadályozott meg abban, hogy cselekedjek. Egyszerűen féltem, rettegtem és csináltam. Ugyanezt kell csinálni, a félelemre nem találtam sokkal jobb gyógymódot, nem létezik jobb gyógymód, mint hogy egyszerűen tudomásul veszed, hogy van félelem, tudomásul veszed, hogy ez az érzés rajtad uralkodik, és te eldöntöd azt, hogy nem ő lesz az uralkodó a te életeden, hanem te magad. Tehát kézbe kell fognod a félelmet, vagy meg kell folytsad, vagy szabadjára kell engedd, vagy küzdened kell vele, vagy egyszerűen megtűröd magad mellett, de te csak csináld azt, amit csinálnod kell, amit éppen az élet hoz neked, hogy lépned kell. Nyugodtan lépjél abba az irányba. Értsük meg a félelmet. A félelem információ hiány. Valamit nem tudunk, hogy mi fog történni. Azért kezdünk gyártani rémképeket, mert az ember egy logikus lény, tehát minden, amit csinál, az ok és okozati összefüggésben zajlik egy folyamatban. Amikor kiesik egy elem ebből a folyamatból, mondjuk itt haladom, tudom, hogy miért lépek, tudom, hogy a következő lépés mi van, és most nem tudom, hogy mi lesz, ez nem baj, lépek egyet, mert egy kis szakasz, nem tudtam, ezek nem nagy félelmek, ezek csak ilyen bizonytalansági tényezők, és meglépem, át tudom ugrani ezt a kis logikai szakaszt. Amennyiben sok ilyen van, és feltorlódik ez a hiány, hogy nem tudom, hogy mi van, nem tudom, és a következő információt telített részhez már nem tudok eljutni, akkor jön az igazi félelem, akkor jön az, hogy jövök, nem tudok mit lépni, nincsen reális információm, hogy mi fog következni, ezért gyártok információkat. Az ember mindig gyárt információkat, mert nem tud létezni anélkül, hogy ne mozogjon. A mozgáshoz el kell indulni, az elinduláshoz viszont információra van szükség. Mivel nincs információ, hogy mi lesz, ezért gyártok egyet. Például az, hogy nem tudom, hogy lesz, biztos valami ilyesmi, és innentől kezdve elindul egy olyan generált folyamat, ami bennünk van, és valahonnan mélyről jön, és megszülettetünk egy új történetet, ami nem valóságos. Tehát az alapja információ hiánya félelemnek, de amikor már félelemé felnövesztettem, mint például félsz egy kutyától, félsz attól, hogy tönkre megy a céged, félsz attól, hogy nem jön létre egy randevú, félsz attól, hogy kimész a napra és leégsz, félsz attól, hogy bemész a vízbe és utána, ha kijössz, akkor nem tudsz megszárítkozni. Ezek mind olyan dolgok, amikor nem tudod, hogy mit kell csinálni, és rém történetekkel kiegészíted a saját valóságos sztoridat. Nagyon fontos, hogy valóságos sztori helyett csinálsz fikciókat. A fikciókat kell egyszerűen kiszedned az életedből, és a valóságot megtartani, és tovább haladni. És le is küzdötted a félelmedet. Hogy hogyan? Egyszerűen mész. Gyerekkoromban nagyon féltem a sötéttől, rettegtem. Bementem a pincébe, és úristen, minden jött elő, mindenféle rémséges rémek jöttek a kazánháztól, a olajos tartálytól, kezdve mindenhonnan bújtak elő. Egész addig, amíg föl nem kapcsoltam a villanyt, és már is nem féltem. Még egy érdekes dolog volt, amitől már nem féltem, ha lejött velem a cicám, és a cicám ott volt velem. Például nem féltem a kutyáktól, hogyha velem volt a macskám, mert ott volt egy nálam gyengébb, egy kutyától sokkal jobban félő élőlény, akit meg kellett védjek, és így a fantázia történetem nem arról szólt, hogy rémképek jönnek, vagy az, hogy megharap a kutya, vagy kijön valamilyen rémség az olajos tartály mögül, hanem arról szólt a fantáziám, hogy ha jön egy kutya, akkor a macskámat meg fogja támadni, és én az életem árán is meg fogom őt védeni. Ezért elmúlt a félelmem. Bátran mentem sötétbe, bátran mentem bárhova.
fikciót gyógyított meg. Szóval gyerekkoromban lementem, le kellett mennem a nagyszüleimhez, kenyérért, vagy mit tudom én mihez. Összesen egy lámpa égett, az is a temetőnél. Tehát sötétben mentem, és ahol világos volt, az meg sírokat világított meg, tehát halálfélem volt az egész. És meg kellett tenni, mert valami rosszat tettem, és büntetésből kellett lemenjek kenyérért. És akkor megtanultam azt, hogy egyik lépés követi a másik lépést. Nem tudom, hogy mi fog történni, nem tudom, hogy fájni fog. Nem érdekel az, hogy túlélne, nem érdekel semmi, mert ugye egy gyerek ilyenre is gondol, hogy ebben most bele fogok halni, hogy most három lépést kell tegyek sötétbe. És mentem, és megtettem azt a sok száz lépést, több kilométert kellett lemenni, meg vissza, és nem történt semmi bajom. Megtanultam egy életre, hogy a félelem nem valóság. Aki fél és elszalasztja a valóságot, az a lehető legrosszabbat teszi az életében. Tehát jegyezd meg, a félelem információ hiány olyan dolog generálja benned azt, hogy ne tedd meg, amit meg kell tegyél az életben, ami nem létezik, és ezért olyan dolog történik veled, ami nem létezett, tehát nem fog megtörténni veled az, aminek meg kell történnie. Ne félj, vagy ha félsz, akkor te maradj az uralkodó, te uralkodj a saját életeden, és nagyon messzire el fogsz jutni.